Hajrá, nagyon jó munkát kívánunk mindenkinek, érezzétek jól magatokat, és közben a kellemes japán zenével hangolódjatok a mai napra. Így indult az origami hajtogatás csütörtökön egy alsós osztályban. A gyerekek nagyon szeretik ezt a kézműves programot, de a héten még sok más japánhoz kapcsolódó játékos feladat várt rájuk. Megismerkedhettek a haiku versírással, kokeshi babát és különböző ninja figurákat színezhettek. Ikebana tálat is készíthettek, ami egy japán virág elrendezési módszer. A sok program között szerepelt egy népszerű japán animációs film levetítése is. Az aula megidézte a japán hangulatot. A sok díszt, a népviseleteket és az eredeti japán tárgyakat a pedagógusok készítették vagy kutatták fel. Egy kegyetlen nagy munka előzte meg, már több hónappal ezelőtt tudtuk, hogy ez a évikével ez a mi projekthetünk, tehát előzetes gyűjtőmunkát végeztünk Japánról, könyvtárban voltunk, Facebookról készültünk, a szülővel folytattunk beszélgetéseket. Radványi Sarolta szerint mindenki jól érezte magát a héten, nagyon aktívak voltak. Az alsó és felső tagozatosokon kívül a pedagógusok is szívesen kipróbáltak egy-egy programot, és mindenki megtalálta a számára kedvenc elfoglaltságát. A felső emeleten berendezett japán kiállítást többször megcsodálták a gyerekek, de az általuk írt haiku versekből is rengeteg érkezett a szervezőkhöz. Ez is azt mutatja, hogy a munka meghozta a gyümölcsét. Ezen a héten nagyon tetszett az origami készítés, a kokeshi baba színezés és a filmnézés. Az iskola innovációs munkaközössége tavaly egy nemzetközi mentorprogram keretén belül hallott olyan gyakorlatokról, amiket tovább gondolva született meg az apácai 80 nap alatt a föld körül projektje. A tanulók 8 alkalommal ismerkedhetnek meg egy-egy országgal, minden alkalom egy hétig tart. Mivel az apácai Csere János általános iskolában 3 nyelvet beszélnek a gyerekek, nem volt kérdés, hogy a választott országok között Anglia, Németország és Franciaország is szerepeljen, mondta el Fülöpné Csordás Viktória. Igyekeztünk a világ minden pontjáról választani egy-egy országot. Például az előző hónapban Egyiptom volt az úti célunk, most ugye Japán, és igaziból a célunk ezekkel a projekthetekkel az, hogy egy játékos tanuláson keresztül bővítsük a gyerekek ismereteit, mindezeket egy rendhagyó tanítási órákon, illetve tanórán kívüli változatos programokon valósítjuk meg. Nálunk soha nem lehet unatkozni, az apácaiban mindig történik valami. Így fogalmazott Andó Károly. Az intézmény igazgatója nagyon büszke arra, hogy az iskolai élet sokszínűsége mellett a tanulóknak színvonalas oktatást is tudnak biztosítani. Kiemelte a régióban egyedi francia, magyar két tannyelvű tagozatot, amelyre minden évben legalább 25-30 gyerek jelentkezik. A többi osztályban a diákok már az első évfolyamban elkezdenek angolt vagy németet tanulni. Számukra nagyon fontos a sport is, mint például a kosárlabda, az atlétika vagy a sakk, amiben országos szintig jutottak a gyerekek. Andó Károly elmondta, hogy sokan választják az intézményt a jó hangulat, a vidámság miatt, de legfőbb indok, amiért a szülők ideiratják a gyereküket, a magas színvonalú oktatás, ami jó alap a továbbtanuláshoz. Általában az idei számokat még nem láttam, de 15-20 ponttal magasabb a tanulmányi átlag eredménye a továbbtanuló tanulóinknak, és gimnáziumokba jelentkeznek, ez főként az elit gimnáziumokat jelentik, de terben van, hogy 4-5 év múlva remélem, hogy mi is két tannyelvű gimnáziumot indíthatunk. Az iskolában tehát számos izgalom várja a tanulókat. A 80 nap alatt a föld körül projekt nem áll meg, még vár rájuk Amerika, Franciaország és Ausztrália. Fülöpné Csordás Viktória azt is elárulta a híradónknak, hogy szeretnék folytatni ezt a hagyományt a következő években is, és még színesebben, még több országgal és kultúrával megismertetni a gyerekeket.